Uram, hallgass meg könyörgéseinket. Papi áldással ülhetett asztalhoz az a 60 nyugdíjas, akik meghívást kaptak a Caritas önkénteseinek farsangi ebédjére. Így kívántak megemlékezni és egy vidám délutánt összehozni azoknak az időseknek, akik régen aktív életet folytattak, mostanra azonban kimaradt a társasági élet a mindennapjaikból. Mai ebéd nem azoknak az időseknek szól, akik rászorulók vagy akik hátrányos helyzetűeknek, hanem olyan embereknek, akik még érzik azt, hogy fontos, hogy eljárjanak egy közösségbe, fontos, hogy valahova tartozzanak, fontos a jókedv, fontos az, hogy még lássanak célokat a hátralevő életükben. A bográcsos elkészítéséhez szükséges alapanyagok helyi vállalkozók adományaiból gyűltek össze, ugyanakkor a tombola nyeremények is nekik köszönhetők, amelyeket ebéd után sorsoltak ki az érkezéskor kapott szám alapján a résztvevők között. Különböző dísztárgyak, torta és egyéb édességek is gazdára találtak a délután folyamán, amelynek hangulatát az önkéntesek gitározása, éneklése és szavalatai tették színesebbé. Korábban még 2010-ben volt ilyen megmozdulás a Caritas önkéntesei részéről, hasonlóan a mostanihoz akkor is 60 időskorú személynek terítettek.